kiraktuk, hogy jegyezzük meg, hogyha gyorsan beszélgetni akarunk velük, kéznél legyenek. Úgy. Mi a helyzet? Telik az idő. Zajlik itt egy ostrom. Géza ostromol. Jobbra-balra. Jajjaj! Ó-ó! Na nézd meg, az ügynökeim szereztek valami diszkrét port, amit belehelyezhetünk Géza italába. Miközben nem néz oda. Ígyunk akkor egyet Géza herceg egészségére, hölgyeim és uraim, 95%-kal! És sajnos, jajjaj, hát egy kis Gina becsúszott a borba. Jajjaj, elhalálozott Géza. Hát Isten éltesse, kiváló, kiváló harcos volt pedig. Jajjaj, hát elesett. Elesett sajnos, kiörökölt itt. Kálmán, Kálmánka? Aha. Kálmánka, jóva. Hát sajnálom, hogy így alakult, kár volt érte. Na én azt akarom megkérdezni, király uram, hogy hogy volt ez a klémelés, drága királyom, uram, parancsolom? Hogy volt ez, királyom? Aha, értelek, te igen. Nem, semmi harag, csak érdeklődenék, hogy hogy volt ez. Tudod? Archbishop Boris is csatlakozik. Így van, Boris, segítsél nekem. Várj, álljunk meg, nem sietünk sehova. Jajjaj! Nem állítottam meg az időt, kiderült. Ójaj! Kiderült, hogy meg akarom ölni a királyt. Hát most már mindegy akkor, hogy kiderült. Igen, ez baj. Kicsit baj, hogy kiderült. Nem baj, nem kell beszarni. Nem kell beszarni. Nem kell beszélni. Itt van Boris. Itt van Boris, ugye? Akkor gyere, Boris, légy szíves. Köszönöm. Így is van. Nagyon jó. Dávid herceg. Dávid herceg, nem? Igen. Na, várjatok. Itt nézzük. Nézzük az esélyeket. A királynő. Jutta a királynő. Hát jöjjön, kegy... Nem. Nem, király, nem. Mi nem? Ne legyen már ilyen. Landolf von Göttingen, az antikváriumista, aha. 20-20, az is 20-20. Jó, gyere akkor te. Te is légy szíves, csatlakozzá, igen. Gellért, gyere, van még pénzem. Miért nem mész bele? Ilyenek vannak. Az 34-re már kevés vagyok. Igen. Őt se tudom. Jó. Semmi baj, gyere. Van még hely, csatlakozzatok. Sok pénz ez, bazd meg. Drága a királygyilkosság. Mi felénk? Csatlakozott? Igen. Jó, gyere te is. Ki? Ja, nem, nincs annyi pénzünk. Jó, lesz addig, ne aggódjatok. Lesz addig. Igen, csak a fehér betűknél vagyok, jó. Gyere te is, gyere, van még pénz. Gyertek nyugodtan, azaz. Még valaki? Nem? Jó, most lehet csatlakozni, most megéri csatlakozni a királygyilkosságba. Én csak mondom. Reméljük nem támad meg a király addig, semmi. Nyugi, nyugi. Most már legalább nyílt lapokkal játszunk, srácok. 87%. Hát pörögjön. Ó, közben Júliát kiválóan oktatja. De miért a feleségemtől kapott bónuszokat? Amúgy még mindig beteg Júlia. Mínusz, hát... Jó, mindegy, attól még el tudjuk adni. Mármint, hogy házasságot tudunk neki intézni. Igen... Aha, megtudtam, hogy Regelinda, Salamon király egy vendége. Tudtam,
Tudtam-e, hogy mi van? Hogy Margitnak fura szokásai van. Ez mit jelent? Ja, hogy deviáns. Aha. Te ilyen deviáns vagy. A Strong Hook, gyere csak. Jó, közben kaptunk megint... Befektethetünk. Szarvasmarhákban nagyon jó. És unokánk született, hölgyeim és uraim! Unokánk született, Csongor Csanád eljárta a házastársi kötelességet, és fia született. Hát jó amúgy, de az se szőke, nézd meg, az se szőke. Ő is megszületett. Minek nevezzük el? Minek nevezzük el a fiút? Benő? Legyen Benő! Nem volt még Benő. Hirks kérte, legyen Benő. Legyen Benő. A kis Benő. Victrate-et örökölt, és meghalt Saul a kormányzónk. Ó, jaj. Igen. Az agentemet discovered. Álljunk meg, mert most minden összeomlik. Elvesztettünk egy agentet, és meghalt a stewardunk. Ő polgármester is volt, nem? Ó, te várjál, hogy van ez? Igen, szegedi polgármester volt, és most ide rakták ezt a faszt. Igen. Jó. Tehát kell nekünk Szögedre egy polgármester kiváló steward képességekkel. Hogy szerzünk egy jó stewardot? Azt mondjátok el nekem. Hogy? A nájtjaim elmentek? Nem, még itt vannak. Hogy szerzünk egy kiváló pénzmestert? Nem halt meg valakinek a férje időközben? Volt felesége neki, nem? Female unmarried. Margarida, itt van. Ő volt a... Aha, hát az előző csaját akkor hozzáadjuk. Ja nem, ő neki leszek volt a férje. De ő is amúgy kiváló pénznök. Igye, keresünk neked egy jó urat. Hát nincs olyan jó, basszus. Igen, mindjárt a gyilkosságot is intézem. Igen. Hát a fiam egy opció, de azt mondtátok, a fiamat ne tegyem meg vazallusnak. Azt mondtátok ti nekem valamién. Ő már vénséges. Őt mennyiért tudom fölvenni, Barbarát? Igen, csak ő van. Nem kell fertilisnek lenni. Csak egy 17-es van. Ne vazallusnak, hanem a council. Jó, de valakiből vazallus kell legyen, mert Szegedet oda kell adnom valakinek. És akinek odaadom Szegedet, az erős vazallus lesz, és akkor... Persze megtehetném a fiamat egyébként, ha értem, amit mondtam. Amúgy nem olyan rossz 17-es. Hát most mit, nem olyan rossz azért. Jó, nem olyan vészes azért a 17-es, na. Jó. És akkor itt... Várjál, kinek a secretét? Igen. Igen, Margit, de Margit nem olyan erős. Skin power. Ukom nincs másra. Can be convinced. 10-10. Hát szarul állunk. Szarul állunk a gyilkossággal. Hát az 15-öt ad hozzá, a húkos csaj mennyi volt? Nem, itt van, Prince Lampertre van húkunk. Az 20-10.
Hát az kicsit jobb a 20-10. Lampertre mérve a hukom. Ja, mert a gyilkosság miatt. Úgy 86. És akkor még Istit behúzzuk pénzért. Így 95-re visszavittük a királygyilkosságot. Köszönöm szépen. Szegedet odaadjuk. Nem, nem jött be még a férj? Hol a férj? Itt a férj. Yes. Salamon. Igen, stop. Szeged. Salanyon. Igen. Jó. Úgy. És úgy csinálod tovább a kontrollt. Margarida többé nem a szeneszkálom. Miért? Lejárt a szerződése? Ez mi volt? Ez stewardship volt. Mi asszonyként nem teljesíti ezeket a kötelességeit? Vagy mi? Hát a fiamat berakhatom amúgy. Hát csinálja a gyerek. Legalább tanul egy kicsit. Jó. Az megvan. Jó, itt rédelgetnek a moldávok. Majd megint kontrollt kell növelni végig. Rohadt jó, végig kontrollt kell növetni szerencsétlen marsalomnak. Mire végez egy helyen, addigra a háborúk miatt mehet a másik helyre. Igen, az 0,4 growth az sokat, az nagyot visz. Jó. És akkor Anmerideket nézzük, a kortom van. Annak a lányok, a fiam. Te ki vagy? Mi van ez a 6 éves? Ja, mert hát de amúgy elengedhetném. Ja, nem nálam van bezárva. Itt van a unokám, meg a bishop. Bishoppal már nagyon jóba vagyunk. Jó. Voltak bajok. Ja, egyel kevesebb knight-om van, igen, de... A stewardom ne legyen knight. Egy kettővel kevesen. Ja, hát majd még kellenek knight-ok. Na! Hölgyeim és uraim! Jaj, ne! Már megint a vipera. Jó, kígyót küldünk a király ágyába, szurkoljatok 95%. A kapta! Alt, ott van! Kapta a király. Na, akkor ennyit az öröklésekről. Köszi, Boris lett a király. Árpádházi katolikus, kiváló király, kedveli is engem, nagyon jó. Akkor kérek egy helyet a kancelláriádba, stewardként, köszi. Nagyon rendi tőled, nagyon cuki vagy. Amúgy én öltem meg apádat, de ezt most hagyjuk. Jó. És akkor még annyi van, hogy Boris. Szevasz, Boris. Szia, Boris. Na, beszélgessünk egy kicsit, Boris. Már egy kis pénzt gyűjtünk, de hogy nem felejtettem el, Boris, hogy te kovácsoltál a királynak egyébként jogot arra, hogy... Hát csak mondom, én azt nem felejtettem el, Boris. Csak mondom. Még egy kis pénzt gyűjtünk amúgy Boris ellen. Még meglátjuk, hogy Boris. De Boris segített amúgy megölni a királyt, szóval jóvá tette. Household soldier-öket kifejlesztette a kultúrám. Az mi? Igen, amúgy végül is Borisnak megbocsájtok, mert segített megölni a királyt. Hol látom, hogy mit fejlesztettünk ki?
Ja, több katona. Ezzel megszűnt a claim. Nem hiszem, de nem fogja magának beklémelni a király ezt a területet szerintem. Fölösleges neki. Jó. Cseperednek a gyermekek. Közben pénzügyi befektetési lehetőség. Aha. Egy kellemes délutánon a piacon lófrálunk, amikor odalépnek hozzám. Üdvözlet, nagy uram! Kiváló portékáim vannak, hogyha van pénzed. Mondja nekem, Valdo Landolfini, Aradon. Közben Salamon, polgártárs, azt mondja, hogy ő is tudna egy jó ajánlatot tenni. Na nézzük. Megvesszük az olcsó trinketet, vagy inkább bekockáztatom a drágábbat, vagy bízok a stewardomba, Salamonba, vagy tovább megyek. Tehát vagy azt nézem ki, amit ajánlgatnak, vagy Salamonban bízok, vagy megpróbálok én alkutozni. Rámegyek a drága trinketre. Ott is van. Lealkuttuk 25-re. Aha. Mi van, még egyet ajánlasz? Uh-huh. Megpróbálom meggyőzni Salamont, hogy jó üzletet csináltunk. Nem tudtuk meggyőzni, Salamon nem kedvel annyira. Jó. Na most a kérdés, hogy szereztem-e valódi lootot? Mert hogy mondtam nektek, aha, oda nézzetek, hogy a kiegészítőben már vannak lootok, és vettünk egy ilyen Lucky Hungarian coint. Egy szerencsehozó magyar pénzérmét szereztünk, ami 5% stewardship lifetime XP-t ad nekünk, tehát gyorsabban fejlődünk tőle. És 60 év alatt megy tönkre, ha csak föl nem veszünk ugye valakit, aki megjavítja. Nagyon jó. Hölgyeim és uraim, lett az első artifactünk. Hogy hívjuk ezeket magyarul? Az első tulajdonunk, jogunk, kriptónk, nem? Erekjénk, igen, az első családi erekjét megszereztük. Egy szerencsés magyar pénzérme. Kiváló. Mondhatni kiváló. Jó, erre iszok. Na, ott is az XP, és megszerezzük az Avaricious Trait-et. Plusz 2 stewardship, plusz 15% adó. Jó. Csak most lehet, hogy át kéne nyergelni. Valami másra. Igen, öröklődnek az erekjék, én úgy tudom. Közben meg kéne köszöngetnem a szabokat, meg sellout-olnom is kéne. Pőpike köszi a 11-et, Anita a 10 hónapot, Veszti a csírt, Sándor a 34-et. Jól állunk, köszönöm szépen, Sanyi. Kit Sibius a 3 hónapot, Dimuni, Jenny, Chris, gratulálok a 2 évhez, így 40 perc késésben, nagyon szépen köszi. Benkarcsi, Facsi, Kirasak, Cinci, Dark Ezekiel, Light, Sámán vagyok, Meta, és Hype Jilili talán volt, meg Puglife, meg Nightraven, meg Filv, nagyon köszi srácok mindenkinek. Igen, el tudják őket lopni. Kérdés, hogy átmenjek-e itt az egészségügyi fára. A health booster. Lehet, hogy megérné. Na most már itt pénzügyileg itt kimatekoltuk, amit ki akartam. Lehet, hogy átmennék így öregkoromra tanulni. 56 évesek vagyunk. Ez a Hall of Body, ez az ilyen egészségfa. Menjünk át! Health boost, learning. Csak akkor ugye elveszik a 10% inkám. Menjünk át, just for fun. Medicin fókuszúak leszünk. Elkezdjük tanulmányozni a testünket. Krisztián köszi az 5 ajándékszavot közben. Nagyon köszi. Nagyon szépen köszönöm. Na. Egy event a gyermekekkel, Csillaggal és Júliával. A szőke kislányok. Vita volt ma a gyermekek között. Júlia
egy harc közepébe került a kisebbik lány. Csillag... A szűrőzőt nem, amikor target someone, I think speak on top of gun, chase the way the other. Csillag megvédte! Ó! Oh, Zealous! Az idősebbik lány megvédte a fiatalabbat. Vagy? Igen. Mert hogy a fiatalabbik lány prédikált a jó Istenről, és hogy hát hogy lehet emiatt valakit bántani? Vagy brave-vé tehetem. A Zealous az katolikusoknál pluszos, ugye? Aha. Vagy brave, vagy lenyugtatom. Legyen inkább calm. Legyen Zealous, jó az. Zealous lány. Jó érzésű jány. Curious, Zealous, humble. Egy igazi vallási mindenség lesz ebből a jányból. Hogy áll a kis Romeo? Tanulgat, jó, tanulgat. Jó. Közben Boris ellen megint háborúzni akarnak, beszarok. Már kezd elegem lenni, ugye a magyar királyságból áll lesz Tuzánmen. Hol látom ezeket a frakciókat? Ungvári Béla. Liberty Faction. De az csak Crown Authority-t akar csökkenteni. Az a baj, hogy sosem vagyok ott, amikor elindul ez a háború. Igen, 10 éves lett már a kisfiam. Nem, még csak 7 Romeo, még nem tudtuk elküldeni papnak. Még egy pár évet várni kell. Kérdés, hogy indítsak egy jó háborút. Most itt mi a helyzet? Igen, ez meg most Ungvár alá tartozik. Mondjuk papíron keményebb vagyok. Hogyha el akarnám foglalni. Illetve hát köthetnék már most szövetséget a lányokkal. Kérdés, hogy akarok-e már most szövetséget kötni. Igen, ugye, mert itt hagytuk abba, hogy a lányokkal lehetne szövetkezni. Hoppá, Béla csanádnak lett felesége közbe. A kis fattyúnak. Igen, hát vannak kevésbé rugdosódós terjeszkedési lehetőségeink egyébként, például ugye Zaránd, csak ugye oda kérni kellene Claim-et. Vagy... Hát ez is erős kézben van, ide nem tudok terjeszkedni Somogy felé. Fehérváron mi van? Vagy ugye Visegrád. Ahova Claim-en van, de ott most erősebb az ellenállás. Hol látom a Claim-jeimet? Látom valahol a Claim-jeimet? Itt vannak Visegrád, Arad, meg Vukovár. Igen, de akkor meg a horvát királynak kéne hadat üzennem. Azt nézem, hogy neki mekkora serege van. Itt nagyon háborúzik. És csak lányörökösei vannak. Igen, nem olyan vészes, amúgy, de amúgy neki mehet, tehát, hogy... Egyébként rámehetnék Aradra. Tehát, hogy egyébként erősebb vagyok, és ugye még ki tudjuk házasítani a csajokat. Mert Csillagnak találhatunk egy szép fiút.
Akár matrilinárisba is. Göttingen, az Hollandia, nem? Hülyeséget mondom? Hülyeséget mondtam. Ez Belgium? Történelem ki... Vár, ez... Nem, ez Holland... Ez még Németország? Nem látok be színes! Nincs berajzolva a határ! Az német? Jó, én elhiszem. Az még pont német? Ja, igen, itt van, Páder, igen. Honnan kezdődik? Ja, Gröningennel kevertem szerintem. Német, oké, és köszi, bocs. Ne, tudtam amúgy, nyilván vicc volt, hogy egy kicsit érezzétek, tehát nyilván tudtam, csak vicceltem. Nem ciki, ne beszéljünk róla többet, nyugi, igen. Szerenit nincs itt, ezért fog röhögni rajtam éveken át. Elment már? Azt nézem, hogy így milyen lehetőségeink vannak. Ez hó van? Ja, ez meg ilyen görög. Oldenburg. Amúgy nem muszáj matrilineárisba köttessük a házasságot. Egyébként. Mert amúgy rohadt mindegy. Igen, itt van az albínó fiú. Konkrétan a lengyel királlyal lehet szövetségesem. Ó, basszus, itt van. Ezt a lengyel barátságot amúgy be kéne húzni, már csak azért nem, hogy tudom, hogy ez egy stratégiai játék, de a roleplay miatt ezeket a lehetőségeket meg kell ragadni. A gigacsed lengyel királya szövetségesünk lehetne. Hát mekkora ötlet. Vagy adhatom a fiatalabb jányt. Lehet a fiatalabbat adnám. Így. És akkor elveszítjük a jányt idézőjelbe, mert ő megy hozzájuk, viszont a szövetség az... abban a pillanatban debrői. És szép szőke gyerekek születnek belőle. 9 éves fiú, 7 éves lány. Én azt mondom, őket egymásnak teremtették. Én ezt mondom. Én így látom. Ez az. Na! Abban a pillanatban jöhetnek a lengyelek. Nagyon jó. Na, kérem. Igen, hát mire ideérnek, nyilván az kellemetlen lesz. Mert itt túlerőbe kell majd kezdenünk. De akkor megpróbáljuk Aradot elfoglalni. Lehet, hogy ezen még itt fejlesztenék egy kicsit. Így. Azt még ott meg kell várni, amíg feltöltődik, igen. Közben a trédelések vannak. Így, csak megint kizúmoltam a fenébe. Jó. Megvárjuk, míg elkészülnek az ostromgépek. Hoppá! Mi történik? Itt a csábítgatáson folytatódik a kiváló püspökkel. Megdicsérje meg a kultúráját, vagy azt mondja, hogy a magyarok mindenek felett állnak. Nem árulom el magam plusz 10 opinionért. A magyarok mindenek felett! Jó, mindjárt kész a 30 ostromgép. Kész, nagyon jó. És igen. Nagyon szeret engem. Az ungvári csávó benyalt nekem. Nem fogsz sokáig szeretni, mert megtámadom Aradot. Örülök, hogy... Hmm.
Aha. Aha. Mindenképp megvédi a szövetségesét. Igen, van ott románc, így van. Aha. Na jó, most nincs idő a szerelemre, háború van. Kámánkám, majd kibékülünk ezért később, jó? Jó? Megígérem, hogy minden jó lesz. Minden jó lesz később. Na, lengyel barátom. Gyere háborúzni. Jó sok presztízsbe kerül amúgy basszus behívni. Ta-ta-ta! It is on! Nagyon jó. Már megyek is. Hát, hogyha nem támad meg a szerelmes férfi. Nyolc hónap. Na, hol az ellenség? Lehet, hogy most más dolguk van. Ellenség? Vagy azt mit csinálsz 300 emberrel? Ah, megjöttek! Ott jönnek a lengyelek! Jó, hát ez easy win lesz. Nem is volt idejük hadsereget állítani. Szerintem ők máshol háborúznak éppen. Jó. Lampert ki is szállt a háborúból. Krassót ostromoljuk. County control közben készen van. Control növelést visszarakjuk. Csanádra először. Öcsém, itt felégetünk minden. Jó, 19. Ezt is elfoglaljuk. Hogy lehet, hogy csak 19%-on vagyunk? Elfoglaltuk Aradot. Látjátok, milyen jók a lányok? A lánygyermekek? Végtelen potenciál van bennük. Várj, nem tudom megostromolni. Ez valami szupervár? Akkor mit csinálja? Várjál, hiba van a rendszerbe. Ja, ők ostromolják Rassó. Ja, hogy itt vannak! Itt vagy, te gyertek már, bocsánat. Itt nem találtam az ellenséget. Igen. Bele is zavarodtam a nevekbe. Na gyertek vissza, bazd meg. Azért nem nyertünk itt semmit. Beszéljük ezt meg. Bocsánat, belezavarodtam. Jó, itt taknyosra szopatjuk őket. Ez az. Kiváló győzelem. És akkor 70%-on vagyunk. Hát mit csináljak még? Rámehetünk Ungvárra csak, hogy tudják mi a helyzet. Jó, közben Júlia, a kisebbik lány, akit ugye eljegyeztünk az albino lengyel herceghez, ajándékot kér tőlem, fakardot szeretne. Ugye ez az event is volt már, hogy megígérjük neki, hogy ha jól tanul, akkor megkapja az ajándék fakardot. De azt mondta, hogy ő elégedett. Tehát content lesz a gyermek. Minusz egy intrigue, plusz kettő learning. Jó, legyen az. Okos lány lesz. Nem tudom, miért nem adta be a 100%-ot, amikor elfoglaltuk Aradot. De akkor ostromlunk itt. Ők addig üldözik a sereget. Jó. Közben a püspököt színtisztára nyaldostuk.
Úgyhogy nem nyaldossuk tovább. A pápát esetleg lehetne nyaldosni, csak az ugye alacsony hatékonysággal működik. De megpróbáljuk. Jó. Közben vannak foglyaim? Ejtettünk foglyokat, igen. Keledet elfogtuk. De nem ő itt a főnök. De ő. Hát mit csináljak veled? 50 pénz. Renounce claims. Vagy meg is kínoszhatom. Saulkán. Izsák. Izsák egy intellektus. Őt lehet rekrútolni esetleg, mert nagyon okos. Felesküdjön-e? Kapunk érte pályatit egyébként, ha felesküdöm. Mindenkiből monkot csinálok. Vagy azt nem én kapom meg, de ha rekrútolom, akkor igen. Persze nem tud feleséget hozni, de... De nem is kell, alapvetően. Bár, hogyha hoz egy fiatal csajt és meghal, akkor a fiatal csajt ki tudjuk házasítani. Én mondjuk nem fog szeretni, de nulla az ármánykodása. Jó, gyere, fölveszlek téged. Jó. Veled mit csináljak? Féz. Féz. Jó, őket elengedem. Mit csináljak Keleddel, az a kérdés. De itt kérhetünk pénzeket. Nem, a weak hook-ot nem használjuk el. Várjál, Bélának Guardian designált, de Béla az menjen a fenébe. Miért lehet a Béla gyerek neki, hogy én csináljak neki Guardian-t? Mi van anyáddal? Őt is meg kéne már... Mit keres a pápa udvarában a volt feleségem? Kihez mentél hozzá? Ki ez a parasz? Aha, Northeim Augsburg. Aha. Te ribanc. Megszeletelted a saját fiadat. Szégyeld magad. Árpádházi Mária. Azt hitted, hogy elfelejtettem, de nem. Igen. Szóval mit csináljak Keleddel? Igen. Ez itt a kérdés. Van-e ötlet? Mert ugye ő vezeti itt Aradot szerintem, nem? Ő vezette itt Aradot. Igen. Tehát jobban járok-e, hogyha őt eltávolítom a képből? Mert ugye én akarom tartani a kastélyt. Valószínűleg ér Warscourt egyébként, akkor nem kéne elengedni, mi? Nem, nem ér Warscourt. Nem éri meg megölni, mert akkor Duke Kálmán nagyon nem fog szeretni, és ő vele még egy romantikus kapcsolat összejöhet. Miért jó nekem, ha renounce-olja a claimjeit? Az jó nekem? Bácsra, Bodrogra klémje van, az lehet, hogy jó nekem. Hogyha elveszem a klémjeit. Meg egy weak hookot is szerzek. Jó, az lesz. Kérem a klémjeiden. Jó. Mindeközben a lengyel király. Igen. Lal találkoztunk. Aha. Nem tudom, mit keresünk ott, de a lengyel királlyal találkoztunk, a gigacseddel. A külföldi csanáddal. Szeretne befektetni a templomba. És akkor barátunk lesz a lengyel... Ja nem, ő beszélget egy helyi
Egy helyi kereskedővel. Aha, tehát a lengyel királyt kapjuk azon, hogy beszélget a helyi kereskedőkkel. És azt lehet csinálni, hogy segítek meggyőzni a kereskedőket, hogy támogassák a lengyel királynak a templomait. Aha. Segítek neki, és akkor barátok leszünk. Ez az! Hölgyeim és uraim, új legjobb barátom van. A lengyel király. Nagyon jó. Nagyon jó. De mire jó ez nekem? Nem tudja, de az örülünk neki. 100%. Jó, közben mindjárt véget ér az ostrom. Várjatok, közben itt ugye az asszonykámat merényelgetjük. Finoman merényelgetjük. Nem tudom meggyőzni a fiamat. Jó, közben hogy állunk? Minden rendben. 81 még valami kéne, valaki. Gyere. Jó. Közben benyalok a pápának, elmondom, hogy az olaszok milyen kiválóan jó emberek. Nagyon jó. És megnyertük az ostromot. Szereztünk foglyokat. Nagyon jó. Minden összeáll. Első feleségem hamarosan hal. Elfoglaltuk Aradot. És Duchess Judit. Hop-hop. A felesége az én potenciális szeretőmnek. Hát most szívességet tehetünk itt, srácok. Itt most nagyon nagy szívességet tehetünk. Gain a weak hook. Még ha szerzünk egy hookot a feleségére, akkor meg is ölhetjük azt a gyúkot. Vagy megölöm. De akkor nem fog szeretni. Ne, amúgy szerezzünk a feleségére egy szívességet. Az még nekünk jól jön. És rekrútolni tudom a feleségét? De az hogy?